Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 6-1-re legyőzte az Újpest a Máté Szalkát a labdarúgó magyar kupában. 4 aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a debreceni csapatbajnoki döntőn. Az NB1B zöld csoportjának nyitófordulójában a vásárhelyi kosársulit fogadja a Nyikse. Helyt állt a Fáró Bútor csapat a hajdúszoboszlói minifoci Eurocupon. Érvényesült a papírforma, az NB1-es Újpest 6-1-re legyőzte a megyei első osztályban szereplő Máté Szalkát a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A hazaiak edzője Kis Tamás a vereség ellenére is büszke volt csapatára. Vendég védőjátékos, és jöhet újra balra, helyzet és lehetőség. És Buffett 11-es, Sárosi Máté bomba gólja korán talpra ugrasztotta a szurkolókat a Máté Szalkai pálya mellett. A mérkőzés 6. percében hatalmas meglepetésre Kis Tamás együttese szerezte meg a vezetést az NB1-es Újpest ellen. A hazai előny egészen a 21. percig tartott ki, majd a lilák a 25. percben tudták megfordítani az állást. Az első félidő 3-1-es Újpest vezetéssel zárult, a második játék részben pedig a vendégek újabb 3 gólt lőttek, így magabiztos 6-1-es győzelmet arattak. A hazaiak vezetőedzője a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére. Csak annyit kértem a játékosaimtól, hogy egy felszabadult, önbizalommal tele és teher nélküli játékot vigyünk ki a pályára, és mutassuk meg, ami bennünk van. Ez jól is indult ugye a mérkőzés, sőt azt mondom, ilyen 15-20 percig jól tartottuk magunkat, és amit elterveztük, azt jól csináltuk, hiszen rengeteg ívelésre tudtuk kényszeríteni az Újpestet, és azokat jól reagáltuk. Nyilván utána azért mind fizikálisan, mind akár gyorsaságban fölénk nőttek, és ugye ki tudták használni azt a különbséget, ami a két osztály között van. Természetesen reálisan látjuk a dolgokat, és ennyi különbség van a két csapat közt, ez egyértelmű, de én mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen szinten képviseltük Máté Szalkát, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen csapatnak ülhetek a kispadján, mert nagyon-nagyon sokra hivatottak, nyilván az alacsonyabb osztályba, de ebből a meccsből is nekünk profitálni kell, és a hibákra a jövőben figyelni kell, és azokba a pozitívunkba, hogy beleálltunk a mérkőzésbe, azt pedig tovább kell vinnünk. A Máté Szalkaiak csapatkapitánya Gergely Máté sajnálja, hogy az első félidőben elkerülhető gólokat kaptak, így az Újpest viszonylag korán meg tudta fordítani a mérkőzés állását. Megbeszéltük, ki fog nagyjából kivel menni, ki melyik embert fogja fogni, és hát ez egy kicsit így nekem csalódás, hogy pont ezekből a szituációkból kaptunk gólt. Nem tudom, én összességében szerintem elégedettek lehetünk, nem tudom, nekem nagyon ez egy nagyszerű élmény volt, hogy tényleg ebben a környezetben ennyi ember előtt tudtam futballozni. És ez, Tomi jól mondta ugye meccselőt, hogy ez egy talán egy olyan élmény, ami ebbe az amatőr futballisták részére egyszer adódik az életbe. Az Újpest vezetőedzője a mérkőzést követően úgy értékelt, csapata jól reagált a korán bekapott gólra, ahogy pedig telt az idő, a játékosai egyre magabiztosabbá váltak. Amikor egy általunk nem ismert csapathoz látogatunk, akkor természetesen nagyon nehéz az első néhány perc. A Máté Szalka nagy lendülettel és szenvedélyesen kezdte a meccset, ami így is kell, hogy történjen, nekünk viszont kellett egy kis idő, hogy felpörögjünk. Fontos volt, hogy a bekapott gól után ne essünk pánikba, és tartsuk magunkat a tervekhez. Az egyenlítő gól majd a vezetés megszerzése után már egyre könnyebben mentek a dolgok, mondta el Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője. A Máté Szalkán kívül a megyében két csapat volt még érdekelt a Magyar Kupa főtáblájának harmadik fordulójában, a Kisvárda a BVSC Zugló otthonában, míg a Nyíregyháza Spartakusz a Monostorpályi otthonában győzött 2-0, bejutva ezzel a legjobb 32 együttes közé. Közben elkészült a negyedik forduló párosítása, a Kisvárda Mosonmagyaróvárra látogat, a Nyíregyháza Spartakusz pedig a Vasast fogadja. Foci után atlétika, 4 aranyérem született, a debreceni csapatbajnoki döntőn, a Nyíregyházi Sportcentrum a 16. helyen végzett, így jövőre is az első osztályban szerepelhet majd.
Elég sikeres évet zártunk, kezdve már a felett pályás szezonnal, ahol a felnőtteink 4 bajnokságot nyertek, és ezt folytatták a szabadtéri szezonban is, hiszen ott pedig 5 magyar bajnoki címet szereztek, és 2 második helyet, és még voltak döntőseink ezen kívül. És hát örömteli számomra, hogy a fiataljaink is ott voltak a legjobbjaik között. És a legfiatalabb korosztály, a serdülő és az újonc korosztály a regionális versenyeken szintén jól szerepelt. Úgyhogy várjuk a következő idényt, amire a felkészülést hamarosan elkezdjük. Nemzetközi versenyek is voltak, volt Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokságon 3 nyíregyházi versenyző, Hellebrand Máté, Bakusi Péter és Szikszai Róbert képviselte Magyarországot. Azért ők azok, akik már évek óta ott vannak ezen a szinten. Igen, és bízom benne, hogy a következő év Magyarországon megrendezendő világbajnokságon is ott lesznek ezek a versenyzők. És hozzátenném még azt, hogy az Amerikában megrendezett ez évi világbajnokságra is volt 2 szintes versenyzőnk, tehát Szikszai Robi már tavaly megcsinálta diszkoszvetésben a szintet, és Hellebrand Máté is indulhatott volna, csak a magyar szakvezetés úgy döntött, hogy az Európa bajnokság miatt most hanyagolják az amerikai világbajnokságot, és itthon kell, illetve Európában kell jól szerepelni. És az elsődleges cél pedig a jövő évi magyar világbajnokságra való felkészülés. Lehet érezni azt, hogy teljesen fókuszban van most már a 23-as budapesti VB, magyarul a szövetség is megad minden támogatást ahhoz, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a versenyzők. Ugye van egy kiemelt atlétikai program, aminek 4 nyíregyházi versenyző is a tagja. Így van, az előfelsorolt versenyzők szintén tagjai a kiemelt atlétikai programnak, sőt a súlylökő Tóth Balázs is bekerült ebbe a programba, bízva abba, hogy 18 méter fölötti eredményt fog elérni, és hát nagyban segíti a felkészülésüket ez a program, hiszen edzőtábori lehetőségeket kapnak, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, meleg égtájon, és hát bízunk benne, hogy ez hasznos lesz majd a következő évben. Szó esett a fiatalokról, lehet érezni azt, hogy azzal, hogy elkészült az atlétikai centrum, volt egy nagyon sikeres vedett első országos bajnokság, a fiatalok érdeklődése megnőtt az atlétika iránt? Igen, szinte naponta tapasztalom, hogy keresnek bennünket szülők, és az úgynevezett kölyök atlétikai programba egyre több gyerek bekapcsolódik. Ez köszönhető az atlétikai centrumnak is, hiszen jó körülmények között jó feltételekkel tudnak készülni. És hát a megnövekedett létszám azt jelenti, hogy közel 300 gyerek atlétizál már, 300 atlétánk, igazolt atlétánk van. A debreceni csapatbajnokságon megnyerted az 5000 méteres gyaloglás, kellett a lelkednek ez a győzelem? Nagyon jól esett így lezárni ezt a hosszú szezont, hogy 5000 méteren meg tudtam védeni úgymond ezt a csévés győzelmemet. Nagyon fontos is volt, hiszen így a nyíregyházi sportcentrumban tudott maradni az első divízióba, ami majd jövőre lesz fontos. Illetve azért is örülök neki, mert kicsit beteg voltam a verseny előtti napokban, így még jobban értékelem ezt a győzelmet. Az Európa-bajnokság óta nem beszélgettünk, sikerült már feldolgozni azt, hogy gyakorlatilag mielőtt bemelegettél volna, kizártak a versenyből, úgyhogy talán 10 éve nem történt veled ilyen. Pontosan 2008-ban állítottak ki utoljára, hát ezért is lepődtem meg, mert mindenre számítottunk az Európa-bajnokság előtt, csak erre nem. Igazából a technikám nagyon jónak mondható, több edzőt is megkérdeztünk, ezért is ért váratlanul, de hát igazából ez mindig benne van a pakliban, ezt tudjuk jól, hogy a gyaloglás az egy kicsit szubjektív, hiszen a bírók szabad szemmel nézik a mozgásokat. Hát ezen a versenyen sajnos engem láttak szabálytalannak. Sajnálom, mert nagyon jó formában érkeztem a versenyre.
és bánt, mert így utólag láttam az eredményeket, hogy hol tudtam volna célba érni, és igazából ott verseny után közvetlenül nem is fogtam fel igazából, nagyon lazán fogtam fel, hogy kiállítottak, de az utána lévő napokban már, amikor felfogtam, akkor nagyon rosszul esett, és hát kellett egy-két hét, hogy ezt feldolgozzam. Ugye újként vagy visszatérőként jött a 35 kilométeres táv, most már azért van egy évi tapasztalat, volt VB, Európa-bajnokság, kvalifikációs versenyek. Mennyire kell egy picit átrendezni, egyáltalán át kell a felkészülésedet, hogy ezen a távon sikeres tudj lenni? Mindenképpen át kellett szervezni a felkészülést, hiszen az 50 kilométer az egy 4 órás verseny, ez meg egy 2,5 órás verseny, ez a 35 kilométer, szóval mindenképpen gyorsítani kellett az edzéseken. Ami egyébként jól is sikerült, ez bizonyítja is, hogy a márciusi 20 km-es országos bajnokságon egyéni csúcsot értem el, a 2016-os egyéni csúcsomat sikerült megdönteni, szóval ebből is látszik, hogy sikerült gyorsulnom. Sajnos egy jó 35 km-es versenyt még nem sikerült gyalogolnom, hiszen már áprilisban betegen indultam a Dudincei országos bajnokságon, de bízom benne, hogy jövőre minden rendben lesz, és meg tudom majd gyalogolni a jövő évi VB szintet is, amihez nagyon jó téli felkészülésre lesz majd szükség. Meddig kaptál pihenőt, mikor kezdődik a felkészülés? Most 2 hét pihenő van, és akkor majd október elején kezdjük el az őszi téli felkészülést. Még egy picit előre tekintve, csak szintidővel vagy a ranglista pontokkal is ki lehet jutni a jövő évi budapesti világbajnokságra, ahová a hírek szerint nagyon magas kvalifikációs szinteket állapított meg a Nemzetközi Szövetség. Így van, minden számban erősödtek a szintek, nálunk gyaloglásban is. Kétféleképpen lehet kijutni, ha valaki meggyalogolja ezt a bizonyos szintet, illetve kvalifikációs pontrendszer alapján is. 50 versenyző fog versenyezni a budapesti VB-n. Ez azt jelenti, hogy a világranglista első 50 helyén kell szerepelnem, és akkor lesz biztos az indulásom. Szeretnék majd a márciusi dudincei versenyen nagyon sok pontot szerezni, vagy meggyalogolni ezt a szintet. Pénteken új fejezet kezdődik a Nyíksa életében. A nyíregyházi kosarasok az NB1B zöld csoportjának nyitófordulójában a vásárhelyi kosársuli csapatát fogadják a Bánki csarnokában. 7 év NB2-es szereplés után szintet lépett a Nyíksa, ugye NB1B zöld csoport, nem volt újságíró felkészülése. Mi mindennek kellett megfelelni ahhoz, hogy elindulhasson a csapat ebben az osztályban? Hát egyrészt ugye egy sokkal magasabb költségvetést kellett összeraknunk, másrészt biztonságtechnikailag is meg kellett felelnünk magának a teremnek, a körülményeket, a lebonyolítás módját, ezeket mind-mind, illetve ami egy nagyon lényeges változás, hogy U20-as csapatot is kellett indítani, és nyilván a felnőtt csapatban is folyamatosan egy U20-as korosztályú játékost a pályán tartani. Ezek azt gondolom, hogy lényegi különbségek és változások voltak. A sportszakmai részt nézzük, milyen koncepció alapján állítottátok össze a szakmai stábot és a keretet? A szakmai stábot nyilván azokat, akik már évek óta ismerték a magot, hiszen ebből indult ki, hogy a mag marad, hiszen tavaly is ők már az NB2-ben olyan teljesítményt nyújtottak, amely feljogosítja a játékosokat arra, hogy NB1B-ben is szerepelhessenek a zöld csoportban. Több zöld csoportos csapatnál úgy gondoljuk, hogy jobban játszottunk, jobban szerepeltünk, és bízunk benne, hogy ez így lesz most is, ha megállják a helyüket. Ebből indultunk ki, ez volt a mag, majd ehhez nyilván fiatalokat próbáltunk, olyanokat, akiknek nyíregyházi kötődése van, akár tanulmányi szempontból, akár itt születtek, és most esetleg máshol tanulnak, úgyhogy így került Kuruc Ádám és Verba Szabolcs is képbe a csapatnál. Ezt követően pedig ugye tárgyalásokat folytattunk egy külföldi kapcsolatunkon keresztül, aminek folytán ide került az egyetemre Miséka Bangó, aki pedig itt fog tanulni, így hát ő mind az utánpótlás csapatban, mind a felnőtt csapatban kitűnő irányító lehet. Úgyhogy ezeket figyelembe véve próbáltunk indulni abból, hogy a szakmai stábnak is olyannak kell lenni, aki már dolgozott ezekkel a fiúkkal, illetve a csapat nagy részével, így Kovács
Kovács Tibor, mint szakmai vezető tevékenykedik tovább, és próbálja az eddigi szakmai tapasztalatait átadni a másik két edzőnek. A vezetőedző az Szavics Bráne, aki már évek óta a csapat mellett dolgozott, illetve a csapatban dolgozott, hiszen ő volt az az irányító, aki és csapatkapitány, aki az elmúlt évben is összefogta a csapatot végig, akár a pályán és a pályán kívül is az edzéseken nagyon-nagyon-nagyon fontos irányító szerepe volt. Egy újonc csapat esetében általában a biztos bennmaradás kiharcolása a cél, így van ez nálatok is? Így van, ez az elsődleges cél, hogy megkapaszkodjunk. Egyrészt azért, mert a sportszakmai programunkban korábban nem tudtuk ezt tervezni, mondjuk akár egy U20-as csapatot is a költségvetés tekintetében. Erre forrásokat máshonnan kellett elvonni, illetve bízunk benne, hogy nagyon sok nyíregyházi vállalkozó és megyebeli vállalkozás látja ebben a fantáziát és a lehetőséget, és a csapat értékeit szem előtt tartva támogatnak majd minket az idei szezonban, amikor tényleg az a legfontosabb, hogy megkapaszkodjunk, és adott esetben, ha szebb reményeket is táplálunk, akkor majd ezt az első párforduló után megtesszük, és bízunk benne, hogy akár a mezőny közepe felé is kacsingathatunk. Az elmúlt szezonban is voltak már jó hangulatú teltházas meccsek a Bánki csarnokában. Változik-e valami a helyszínt vagy a lebonyolítást illetően? A lebonyolítást illetően nyilván a helyszín meg a terem adottságai azok már megvoltak. Néhány apró változás, hogy a palánk mögött is majd lesz egy szektor kialakítva, egy VIP szektor és egy sajtószektor, de természetesen a beléptetés az most a főbejáraton történik, tehát nem a hátsó bejáraton, de továbbra is díjtalanul látogathatják a szurkolók a mérkőzéseinket. Csak és a csak idézőjelben a jövőben szakmai igazgatóként, szakmai vezetőként segített a csapatot, milyen változás jelent ez a korábbiakhoz képest? Ez a csak, én azt gondolom, egy büszkeséggel tölt el, én maximális megtiszteltetésnek veszem ezt a feladatot. Eljön az az idő egy edző és egy játékos életében is, jelen esetben az életemben, hogy amikor azt a fajta tapasztalatot, amit jó néhány évtized alatt vagy év alatt szereztem, azt át kell adnom, illetve az a fajta segítségnyújtás, amikor egy fiatal szakembereknek át kell adni azt a fajta lehetőséget, meg azt a fajta tapasztalatot, hogy az ő karrierjük is elinduljon, és amennyire tudom, én is ezen az úton fogom a továbbiakban segíteni az ő munkájukat. Én azt gondolom, Bráninak és Balázsnak ez a fajta munka maximálisan testhez álló, és az a fajta tapasztalat, amivel Bráne rendelkezik, az nagyon kell a csapatnak, és bízunk benne, hogy az ő szakmaisága, ambiciózus hozzáállása, lendülete a csapatot emelni fogja egy szinttel. Több évtizede dolgozol a kosárlabdában, a mostani ellenfelek között lesznek olyan csapatok, amelyek magasabb szinten is játszottak az elmúlt években, évtizedekben. Vannak olyanok is, amelyek játszottatok, így előzetesen hová lehet bekalibrálni a nyíregyházi együttest ebben a mezőnyben? Nagy öröm a számunkra, hogy ilyen csapatok ellen játszhatunk. A fiúknak már tavalyi évben is elmondtam, hogy az a fajta játék, amit majd a négyes döntőbe fognak nyújtani, és az a fajta élmény, amit ott kapnak, és most már az NB1-ben is tapasztalni fogják, az egy életre szóló emlék lesz nekik, és éljenek ezzel, próbálnak olyan teljesítmény nyújtani, hogy ez a legjobbat tudjuk kihozni. Az eddigi felkészülés során én azt gondolom, hogy szépen összeállt a csapatunk, és maximálisan meg fogjuk állni a helyünket. Ismét olyan csapatokhoz látogatunk, akár Kecskemét, Bonyhát, Sopron, Győr, sorolhatnám még, akik évek óta ezen a szinten játszanak, tehát az ő utánpótlás rendszerük, az ő tapasztalatuk maximálisan megvan ehhez. Nekünk ehhez kell felnőni. Én látom azt az utat, amivel ebben boldogulni fogunk. A közvetlen út, a mostani U18-U20-as játékosaink szintén adnak erre lehetőséget, mert nagyon aktívan dolgoztak, de akkor el kell ismerni, hogyha egy csapat jobb, és még az akadémiai rendszer miatt előttünk jár, de már látom azt az U11-U12-es korosztályt, akikben nagyon nagy potenciált látunk, hogy évek után remélhetőleg mi kitartunk addig, és formálódik, és alakul ez az egyesület, és ez a csapat, ők is tudnak majd bizonyítani. Augusztus 8-a óta készültök, túl vagytok 4 felkészülési meccsen. Mennyire vagy elégedett az eddig látottakkal, tapasztaltakkal? Van még, ma fogom edzeni, és holnap, és ez a, ami hiányzik, egy pár rész, ez taktikális rész, ezt fogom dolgozni, és szeretem péntek
100% belépünk ez a meccse Hódmezővásárhely ellen. Amit kell, ami legfontosabb, csak ez az energia, ami be fogom rakni, ez 100% mindig kell, és harcolás, otthon játszunk, és önbizalomba kell lépni első másodperc már, és játszani. Szerkezetét tekintve, akkor összetételt tekintve milyen a keret? Hát a 80% játékos már ugyanez, ami volt. Utána potoltunk ez, amit ez a fiatal szabály miatt kell potolni egy pár játékos, ami nem csak ott vannak, mert fiatal, mert tudok játszani is jó. És nagyon boldog vagyok, hogy tudtunk igazolni Ádám és Szabi, és ez a kongói játékos, ő is 20 éves, és hogy minden három fogtok játszani, nem azért, mert fiatal szabály miatt, azért, mert tényleg tudtok játszani. Ez a cél. A kosárlabda egy olyan sportág, ahol vagy győz a csapat, vagy veszít, döntetlen nincs, vagy csak ritkán a kupameccseken, de lehet egy edző akkor is elégedett, ha kikap a csapat, te milyen csapatot szeretnél a pályán látni? Ez már nem tudom hányszor mondtam, hogy meccs előtt oltozó be a beszélés, én mindig mondtam, srácok, egész hét dolgoztunk, mindenki tudja a taktikális, mit kell csinálni, rákjön össze minden 100% energia, harcolás. Ha másik csapat jobb lesz, akkor gratulálunk, menjünk utána a hétfő jövő edzés, még jobban kell dolgozni, hibajavítás, és nem vége a világ. Minden, ez, ami volt, meccs úgyis, ha nyerünk, vagy kikaptunk, ez volt. Ez már következő meccs kell nézni. A nyolcad döntő jelentette a végállomást a Fáró Bútor csapata számára, a hajdúszoboszlói Eurocup minifutballtornán a Nyíregyházi együttes szlovák, román, cseh és izraeli együttesek ellen lépett pályára. Én azt hiszem, hogy nagyon gazdag élményekkel tértünk haza. Egyik szemem sír, a másik nevet, mert szerettük volna méltóképpen képviselni úgymond Magyarországot, azon belül Nyíregyházát, ami félig meddig sikerült is számunkra. 8 közé jutásért sajnos kiestünk, ott a szerencsém múlott, egy gólos hátrányba kerültünk a 36. percbe, és már nem érkeztünk válaszolni. Pályára léptetek többek között román, szlovák, cseh és izraeli csapatok ellen. Mennyire volt ez, másmennyire volt újdonság a nyíregyházi bajnoksághoz, vagy a hazai bajnoksághoz képest? Sokkal másabb volt, nagyon gyors volt a játék, ott szerintem most hiába amatőr torna volt, profik játszanak. Nagyon gyorsan játszották a játékot képzett játékosok, amikor néha sikerült felvennünk a versenyt, de néha azért látszott a tudásbeli különbség. Milyen volt a hangulata a tornának, milyen volt a körítés? Hangulat az nagyon jó volt, a szervezés az szerintem kitűnő volt, több ilyen rendezvényre szeretnénk menni, ha sikerül. Természetesen a támogatóink jó voltából, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A játékosok számára milyen élmény volt az, hogy egy nemzetközi rendezvények képviselhették Magyarországot? Én azt hiszem, valakinek lehet, hogy az első, de nem utolsó, de valakiknek, mivel azért vegyes csapattal indultunk, tehát több volt benne akkor osztályos, úgymond, így lehet, hogy nekik az utolsó volt. De szerintem élmény az, nagyon sokat gazdagodtunk, én is tanultam sok mindent, és megemlíteném még azt, hogy a Minifutball Szövetség, a magyar válogatott egy játékosunkat meghívta a keretbe, a Hatházi Sancit, aminek a csapat nagyon örül. Milyen volt egyébként a szakmai vélemény a tornát követően? Néha kifakadtam, mert a délelőtti meccsek azok jól sikerültek, hát egy 6-0-al kezdtünk be egy izraeli ellenfél ellen, de sajnos utána nagyon elpáholtak minket, és fejmosást kellett úgymond eszközölni. Én is tanástalanul álltam a két mérkőzés között, hogy 5-6 órás úgymond differenciával, hogy tudott így kétszínűen játszani a csapat, olyan értelemben olyanok voltunk, mint a szivárvány, tehát a délelőtti meccsünk az ragyogó volt, a délutáni meg egy katasztrófa, de így is sikerült, hál' Istennek bejutnunk a legjobb 16-ba, ami ott azért, és most hozzátenném, hogy nem érdemeltünk vereséget, mert sokkal, nem magam fele hajlik a kezem úgymond, de sokkal jobbak voltunk, ezt a nézők is tudnák bizonyítani. Egyébként említetted, hogy sok csapatban játszottak profi játékosok, az kell, hogy akár napi szinten is edzenek, ti amatőrök vagytok, mi szükséges az, hogy egy szinten feljebb tudjatok lépni? Sok támogató, meg az igazság, hogy a városi kispályás bajnokságban játszunk, mi akkor szoktunk találkozni,
de ezek a játékosok, ezek heti szinten ebbe a minifutball által szervezett tornákon, bajnokságokon, mert azért külföldön ez működik, Magyarországon még gyerekcipőben, úgy gondolom, de ottan heti rendszerességgel csinálják, és fejlesztik, és tudják is csinálni. Egyelőre marad a hazai nyíregyházi poron, két csapattal is indultatok a városi kispályás bajnokságban. Mik a célok? Az egyik, az utolsó riport az már elszállt szerintem, az öreg fiúkkal újra bajnokságot nyerni. Nem adjuk fel, nagyon kevesen vagyunk, sajnos az időpont miatt örülök, ha 5-6 ember meg tud jelenni az öreg fiúkba. A másik, a Kisváró, a Rajábis csapat, az hál' Istennek vezeti a tabellát, mondjuk a tőlük nem is várok mást. De ott hál' Istennek meg vagyunk, fiatalok, öregek vegyesen, de több a fiatal, úgyhogy ott remélem, hogy siker lesz megnyerni a C csoportot. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.